A környezeti nevelést óvodánk nagyon hangsúlyosan kezeli, hiszen 2017 óta örökös zöld óvoda vagyunk. A környezet megláttatásán túl a zöldjeles napok megünneplése is nagyon fontos hagyományként működik az óvodánkban, mondta az óvodapedagógus. A környezet megláttatásán túl a zöldjeles napok megünneplése is nagyon fontos hagyományként működik az óvodánkban. A mai napon a vízvilágnapjára készültek a csoportjaink. Igyekeztünk komplex tevékenységeket bemutatni, de kiki az azok az óvodapedagógusoknak érdeklődése, esetleg a drámajáték, vagy a környezetben a kísérletezés érdekli, azok is meg tudták mutatni a gyerekeknek a víz hasznát, a vízről tanultakat, úgyhogy ebből mutattunk be egy kis ízelítőt a mai napon. Ezen a napon a vízről sok új ismerettel gazdagodtak a gyerekek, kísérleteztek a szabadban és az udvaron is. Nagyon hangsúlyosan kezeljük, hogy élményszerű legyen a gyerekeknek ezek a játékok, tapasztalatot, megfigyeléseket, vizsgálódásokat végezhessenek ebben a témában, és igyekszünk olyan játékokat is készíteni számukra, ami a újrahasznosítás jegyében készülnek, és ezzel is a gyerekeknek a szemléletét formálni, a gyerekeken keresztül pedig majd a szülőkét is szeretnénk formálni. Hangsúlyozta a szakember, majd megmutatta az egyszerű kis vizes bemutatót papírvirágból. Igyekszünk egy-egy témát komplexen feldolgozni, minden tevékenységközpontunkban megjelennek a játékokban, olyan dekorációt hozunk a gyerekeknek létre, ami mind ezt a hangulatot egy kicsit fokozza, még szebbé, még élménytelibbé és varázslattal élve elvarázsolja a gyerekeket, mert úgy gondoljuk, hogy az élmények, a játékok, ha a gyerek örömmel végzi, akkor megmarad benne, és ezt át tudja adni a szüleinek, testvéreinek, és igazán jól érzik magukat ebben a tevékenységben is itt az óvodában. A többi csoportban is az óvónénik pár forintos dolgokból csodákat műveltek a gyerekekkel. Készülünk a következő zöldjeles napunkra, a földnapjára, amikor majd a szülők segítségével egy gyermek, egy paránta akciót fogunk hirdetni. Most jelen pillanatban még a kiskert előkészítése, az udvarrendezés folyik, és ilyenkor van ugye a fák metszése, a fák ültetésének az ideje is. A mai napon a vízvilágnapi alkalmából szeretnénk egy májusfát ültetni a gyerekekkel, és azt gondozva megfigyelni, hogy milyen csodálatossá teszi a víz a környezetünket, mert hogyha a növényeknek, állatokra, az embernek nélkülözhetetlen a víz, ezt szeretnénk a délelőttön hangsúlyozni, és ezzel zárnánk a mai délelőttünket. Nem jelenti azt, hogy a héten továbbra is még vizes játékokat, vizes kísérleteket fogunk végezni. Szeretnénk elmenni közelben csatornához, hogy a vizes élőhelyeket is megmutassuk a gyerekeknek, ezáltal is olyan tapasztalatok, élményekhez juttatni, ami még egyszerűbbé tenni a téma feldolgozását.